Jó, szóval akkor a mai téma az... vonzás törvénye, igen. Szóval a vonzás törvénye, a karma, meg hogy ez hogyan ebben az egész jóga dolga, ebben az egész gondolat. És ugye ez a vonzás törvénye, ez mostanában egy rendkívül népszerű dolog, legyél pozitív, és akkor minden már az életedbe be fog hullani az égből, és majd kialakul a csoda. Ami egy szempontból igaz, másik szempontból meg nem biztos, hogy pont úgy van, ahogy mondjuk ezeket a dolgokat az ember elképzeli. Illetve hát ennek is vannak szabályai, mint az egész világnak vannak törvényei, vannak működési elvek. És akkor lehetséges bizonyos dolgokat elérni, de tudni kell, hogy hogyan. Szóval ez a Secret című film, ami ugye nagyon nagy, meg a könyv az ilyen nagyon végigsöpört, így az egész világon egy ilyen 4-5 éve. Ez nagyon jó dolog, és akik beszélnek benne, azok mind nagyon nagy gondolkodók meg agyak, mert tényleg ők is tudják, hogy mit hogyan. De nagyon úgy lett véve ez az egész, hogy nem lett minden elmagyarázva. Hogy pont hogyan történnek ezek a dolgok. Erről írtam is egy könyvet, ami most még ilyen kiadás alatt van, meg még át kell szerkeszteni, meg angolra fordítjuk, stb. És akkor ez ki lesz adva ebből a témáról, hogy annak a könyvnek az a cím, hogy a titok titka, és hogy miért nem működik nekem. És ugye mindig jönnek emberek, hogy akkor igen, és akkor most hogy is megnézi a filmet, és akkor kelljél fel, nagyon boldogan, meg hálásan, és mondogasson magad, hogy gazdag vagyok, szép vagyok, okos vagyok, minden, és akkor majd egyszer csak minden ott lesz. Igen, lehet. Aztán lehet, hogy egy kicsit több munka, vagy több dolog, de nincsen leírva a gyakorlati része. Az, hogy ez a dolog, ez hogyan fog megnyilvánulni. Mert ugye minden egyes személy egy külön eset. Ugye? Nem? Aztán elmész orvoshoz ott, és mindenkivel az orvos külön foglalkozik, hogy te milyen nemű vagy, korú vagy, milyen állapotban vagy, és ott annak megfelelően ad valami fajta módszert, hogy hogyan érde azt, hogy mondjuk meggyógyul, tehát hogy elérje egy célt. És ez az univerzális elv, ez a vonzásnak az elve, vagy a teremtésnek az elve, ez ott van bennünk. És én azt a könyvet úgy írtam meg, hogy kicsit megmagyarázom azt a részét, hogy mi a helyzetünk, mi az, amit nekünk kell, mi az a potencia, amivel rendelkezünk a természetünkből kifolyólag. Ez a Bhagavad Gita alatt én magyarázom el. És hogy hogyan játszik ebben az egészben szerepet a karma. Mert ezt az egész a filmből totálisan kifelejtették azt a szót, meg fogalmat, hogy karma. Ha valakinek benne van a karmájában valami, akkor fog történni. Ha nincs, akkor mondogathat bármit. Viszont azt a karmát meg lehet létre lehet hozni. Az egy másik dolog. Csak az megint egy másik folyamat. És aztán ugye, hogy joga, ez az egész, ez hogyan kapcsolódik, ugye joga az kapcsolódik mindenhez. A joga az arról szól, hogy mi megvalósítjuk, hogy kik vagyunk önmagunk, a körülöttünk lévő világ, és hogy hova akarunk eljutni. Tökéletes az önmegvalósításnak az útja, szóval ehhez az úthoz minden dolog kapcsolódik. Az, hogy hogyan tekerj be egy égőt, hogy hogyan nevelt fel a gyerekedet, hogyan építs egy házat, minden kapcsolódik a jogához. Mert a joga az, ugye mindig szoktunk beszélni arra, hogy jó, az nem csak az, hogy elmegyek egy teremben, és akkor ott gimnasztikázunk, és akkor vízatra edzik magunkat. Valaki mikor mondani egy kis kedves ismerősöm, hogy én a tompára jogáztam magam. De nem csak ez, hanem ez egy jóval több dolog. És ez a vonzás törvénye, ugye ez egy univerzális el, magyarázza a film is, hogy az öntögravitáció ez működik. És ugye a Bhagavad Gita-ban leírja, az előző előadáson beszéltünk sokat arról, hogy ugye mi az élőlény. Mi is volt az előző előadásnak? Nem tudom, hogy emlékszik még rá, mikor jönnek a tesztek. Hogy? Tehát a 2000-ezeret az volt, hogy elhatósabb az életben. Igen, és hogy kik vagyunk, ugye? Arról beszéltünk, arról kérdezgettem embereket, hogy mi a legfontosabb számodra, és hogy ki vagy te. Szóval elmagyaráztuk azt, hogy
hogy Bhagavad Gita is elmondja, hogy, hogy mi lelkek vagyunk, örökkévaló élő lény, az a Szacsit Ánanda, örökkévaló teljes tudással és boldogsággal rendelkező élő lény, aki Istennek egy energiája, a védikus szentírások szerint, úgy mi vagyunk a tataszta sakti, egy határenergia, és arányi mértékben olyan tulajdonságokkal rendelkezünk, mint Isten. Ez abszolút igazság. Tehát ott van bennünk is a teremtő potencia, de úgy, mint a szikra, meg a tűz, egy másfajta minőségben, vagy mennyiségben inkább azt mondanám. Tehát minőség az hasonló, a mennyiség az különböző. De mi is meg tudjuk csinálni azok a dolgokat, csak egy másfajta mennyiségben rendelkezünk azokkal a tulajdonságokkal, és nem függetlenül a forrástól. Szóval igazából ezek a dolgok ott vannak bennünk, és ez a dolog lehetséges számunkra, hogy létrehozunk dolgokat. Mert megnézed, a mindennapi életedben ott is működik. Ugye? Valamit eltervezel, és hogyha nagyon akarod, akkor először jön a gondolat, jön az érzés, a cselekedet, utána a beszéd, és utána, bocsánat, a beszéd, és a cselekedet. És utána jön annak az eredménye, tehát van egy ilyen lánc, hogy hogyan tudod megnyilvánítani az elmédben lévő gondolatokat, hogyan tudod valósággá változtatni. Hát ez most a legkisebb dolgoktól kezdve, hogy most jön a gondolat, hogy jön az érzés, hogy éhes vagyok, ugye vége a jogórának, jön a gondolat, intelligencia dolgozik, hát lehetne valamit venni, itt lenne a boltban, mielőtt kezdődik az előadás, és akkor megszületik az akarat, elindul a cselekedet, lemész, ha meg benne van a karmádban, hogy nyitva van, hogy van pénzed, vagy stb. Ugye a kedvező feltételek, akkor meg tudod venni, és be tudod teljesíteni azt az egész folyamatot, ami egy gondolatból indult, és megteremtődött. Szóval ugyanígy nagyban is, hogy tervezik az életünket, gyertek be ide nyugodtan, hogyha bejön akar, mert van az övéték, tehát ide is le lehet ülni, vagy akár itt. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez a dolog ez létezik a mindennapi életben is, csak ugye itt mindenki mindig ilyen nagyobb dolgokba tervez. Már ha valaki nagyobb, mert valaki nem tervez többen, mondjuk a szigetlakók, ugye, legyen meg a napi söröm, have fun, és kész. Akkor annyi, többre nem tervezünk. Szóval vannak ilyen dolgok azért, hogy az ember van a bizonyos tűzsemről, élnek a mindennapokban, és akkor várják, hogy valami történik. Az intelligensebb fajta az egy kicsit többet tervez, mondjuk esetleg annyit, hogy a holnap is erőbb is legyen meg, és ahhoz kell tenni, de lehet, hogy több is. Kapcsoljatok nyugodtan egy lámpát, hogyha arra van szükség. Visszatérve erre a könyvre, még annyit mondanék el, hogy én annyival egészítettem ki ezt az egészet, hogy ott írtam gyakorlati dolgokat is. Tehát el kicsit emlékezem azt, hogy a karma miben játszik szerepet, és hogy ott elmagyarázza a film, hogy bizonyos hangulatban elmond bizonyos tulajdonságokat, vagy hangulatokat, amiben ez a dolog működik, és hogy az micsoda. Arra egy kicsit jobban rávilágítok a védikus szentírások alapján, hogy az a hálás, boldog, elégedett dolog, az mit is jelent. Mert ugye az embereknek nagyon sok minden nem jön le. Az valahogy a jóság minősége a szatvagúnak. Erre majd vissza fogok térni később, mert egy kicsit jobban belemászok ebbe a dologba. És akkor utána pedig leírok egy gyakorlati dolgot, hogy oké, akkor ezt hogyan valósíts meg a mindennapjaidban, mert az sincs benne a filmben, hogy akkor jó, akkor hogyan kerüljek én ebbe a hangulatba? Az, hogy valamilyen hangulatba kerüljél, valamilyen cselekedet, meg egy tudatállapot van mögötte. Hogyan kerüljek abba a tudatállapotba, és miket csináljak? És ez kezdve attól, hogy mit eszek, mit iszok, hogyan alszok, hova megyek, mikor fekszek le, mit csinálok. Ez mind befolyásolni fogja te aznapi tudatodat, állapotodat. És annak a következménye lesz majd az, hogy annak lesz egy eredménye. Ugye? Nem? Hogyha most akarsz valamit, akarsz egy békés állapotot elérni, akkor nem valószínű, hogy este ki akarsz menni a szigetre, a fő színpad elé 4 órát. Na, akkor hozzamész, kis nyugalom, gyertya, a mécses, beülsz a kádba, a zene, füstölöd, és akkor az ember el van. Csócsász valamit, és akkor az egy kis nyugodt állapot. De különböző körülmények, milyen, miben rakod magad? És ez olyan
sokba függ ettől. És akkor írok egy ilyen, mondjuk egy-két hónapot, hogy csinálja, úgymond ilyen napi szadanát, hogy a szadana az egy ilyen a jogában, meg a spirituális gyakorlóknak a nyelvezetében ez azt jelenti, hogy a napi gyakorlatot. És akkor ez lehet, hogy minden jogásoknak, astanga jogásoknak reggel főleg napi szadana az, hogy milyen sorozatot csinál végig, felnáján gyakorlat ehhez amaz, akkor más spirituális vonalakban mantrázik, olvas, szentírásokat tanulmányoz, és akkor ezt mindig bizonyos időpontban föl kell reggel korán, és akkor a napi szadanáját megcsinálja. Szóval az is le van írva. És ugye hogyan kapcsolódik ez az egész a jogához, az meg ugye a végkövetkeztetés lesz, hogy az egész dolog az életünkben mit akarunk elérni, az hogyan szolgálja azt a célt, ami már a múltkori részben is volt, mi az életnek a célja, erről beszéltünk nagyjából. Szóval visszatérve az elejére a dolognak, hogy ez a vonzás törvénye, ez mindenkinek nagyon-nagyon tetszik, mert csak gondolunk, nem kell hozzá semmi, mondom ez az, és akkor hirtelen minden ott lesz, minden, amire vágyunk. És így három fő dologra van, hát ez a film is osztva, hogy az elején a pénz, ugye van az egészség, meg a... Mi volt még a harmadik részem? A párkapcsolat, meg ilyen. Aha, igen. Hát így a fő dolog, amit az emberek akarnak ebbe a világba. Nagy értéknek tekintünk. És ez minden másra is vonatkozik egyébként. Szóval föl van osztva ezekre a dolgokra, és akkor elkezdünk magyarázni, hogy akkor ugye szépen gondolsz erre, hogyan csinálj. Egy bizonyos ideig beszél arról, egy bizonyos szintig elmegy arra, hogy mi a gyakorlat, hogy mit csinálj, gondol, legyél ebben a hangulat, stb. De hogy ugye nem világít rá arra, hogy ezt az állapotot hogyan érjük el. Szóval most visszamegyünk a legelejére a dolognak, hogy ugye mi lelkek vagyunk. Mi egy másik szemszögből nézzük ezt az egészet, ugye akik jogáznak, a spirituális filozófiával foglalkoznak, és pláne volt, hogy valaki a Bhagavad Gita, vagy a védikus szentírások alapján gondolkozik, akkor elindul abból a dologból, hogy oké, akkor én egy örökké való élőlény vagyok, egy Szacsit Ánanda élőlény, akinek van egy anyagi teste, finom fizikai test, itt vagyok ebben a világban, itt van a karma törvénye, körülbelül univerzumnak törvénye, karma törvénye, amik hatással vannak, amik beszabályozzák az életünket, és akkor ugye vannak céljaink, amiket elérünk, vagy el akarunk érni, ugye az múlt, az előző előadás szólt erről, mi a legfontosabb életed, és mindenkitől megkérdeztem, mi a célod az életben, és akkor különböző célok lettek felhozva. Ugye a végcél az, hogy megvalósítás, megvalósítsuk az eredeti helyzetünket, és mint ahogy a szentírások is mondják, hogy ugye a jóga folyamatán keresztül, bármilyen lelki spirituális folyamaton keresztül kiszabaduljunk ebből az anyagi világból, és visszatérjünk az eredeti helyzetünkbe. De vannak más célok is, ugye az embereknek vannak céljai, hogy ugye gazdag szeretnék lenni, boldog szeretnék lenni, nem tudom milyen válaszok voltak, hogy harmóniában szeretnék lenni magammal, meg mindenféle egészség, ezek a dolgok, és akkor ugye akarjuk elérni az eredményt, és adtak egy folyamatot. Tehát ugye ez a könyv rávilágított arra, hogy van először is arra tényre, hogy van ez a teremtő potencia, ami bennünk van. Sajnos szintén nincs elmagyarázva, hogy miért van bennünk. Ugye nincs szó arról, hogy te lélek vagy. Itt van az ember, és akkor ilyen. És akkor visszamegyünk, és akkor test és lélek. Ők tudják egyébként, tehát én tudom, hogy akik azok a filozófusok, akik beszélnek benne, a Beckwith, meg az összes nagy ilyen gondolkodójuk, mint tudják, mi a háttere ennek az egésznek, csak nincs az, hogy nincs a filmben elmondva. Akkor nagyon hosszú lenne az a film egyébként, hogyha mindenről akarnánk beszélni. De ott van az, hogy igen, akkor vagy te, és akkor ott van benned ez a potencia, és ez tud előjönni egy bizonyos hangulatban vagy körülményben. Oké, akkor hogyha már megbeszéltük azt, hogy kik vagyunk mi, ki vagyok én. Tehát egy lélek, mindenki úgymond elfogadja azt, hogy oké, akkor ez a potenció ott van bennünk, a teremtés, elv. És akkor egy bizonyos módszerén én ezt meg tudom nyilvánítani. És ugye itt jön a kötőerők, ami szintén megint Bhagavad Gita. Ugye szoktuk mondani, hogy Bhagavad Gita-ban minden le van írva. Van
az a 700 vers, és ez egy nagyon-nagyon fontos filozófiai írómány, mert ott a jógának minden része, az életnek minden területe, a karma, a testlélek közötti filozófia, a végcél, minden le van írva. És oda le van írva a kötőerő, hogyan működik a világ, hogyan működik az anyagi világ. És van ez a három kötőerő, a jóság, a szenvedély és a tudatlanságnak a minősége. Ez olyan, mint a három fő szín. Ezt jó párszor elmagyaráztuk már. Hogy ez a három kötőerő, ez mindig így összekeveredik, és hát ez a világ, hogy ez a csodálatos variációi a dolgoknak, az mind a kötőerőnek a keveredése. És ugye mind másfajta, mindent be lehet sorolni valamilyen fajta kötőerőbe. Tehát be lehet sorolni mondjuk egy helységet. Ugye egy jóság minőségében lévő helység, az tiszta, világos, jó illat van, jó hangulat van, jó energiák hozzanak bejössz, és hú, ez itt olyan jó lenni, olyan jó hatással van rám. Aztán a szenvedély kötőerőből lévő hely az milyen? Bemész, és nagy rendetlenség. Lehet, hogy valamilyen szinten tiszta, de szól zene hangosan, és akkor nagy mozgás van benne, pörgés, ugye bevisz egy plázába, na abszolút szenvedélykötője, mindenki rohan, még lehet, hogy tiszta is, meg nem feltétlenül egy nagyon degradáló, de nagyon-nagyon izgárva, ez egy jó szó, izgárva a szenvedélykötőjében lévő hely vagy személy. A tudatlanság minőségében lévő az meg lemész egy pincébe, dobos, sötét, rideg, hideg, rossz energiák mozognak, menjél el egy droplanyára, és akkor az a tudatlanság minősége. Vagy megyik a szigetre este, és ez azaz. Ott már a szenvedélykötőjére is lemegy a tudatlanságba. És valahogy szívem csücskölet ez a sziget. Hát nem, hogy az aktualitásig, de tényleg. Szóval múlt héten voltunk Prágában, ugyanez a, vagy nem Prága, Lengyelországban egy három napot. Ott egy ugyanilyen fesztivál van, a Gusztoknak hívják. És ott is felmillió ember van 3-4 napon keresztül. Ott egy igazi fotós, azt tudott volna fotókat készíteni. Van is egy pár jó fotó. Voltak itt, akik csináltak jókat. Én például először a szigeten találkoztam a Krisna tudattal. Igen. 96-ban? Én is ott voltam. Voltál nem? Voltam egy megpróbált régi nagy blues arc gitározgató. Igen, Tony Moraes. Igen. Skóciában, de nagyon. Én akkor kint voltam minden évben. 94 volt az első, 95 a második. És akkor igen, ők akkor ilyen rokkos dolgot csináltak, ilyen mantra jogát. Jó volt. Igen, és visszatérve Sziget után, igen, a kötőerők. Szóval a kötőerők azok nagyon csodálatosan működnek, és minden, semmi nincsen független a kötőerők működésétől. És mi, hogy az anyagi világ ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen börtön. Szóval itt mi kötve vagyunk, le vagyunk bilincselve, és ami a karma törvénye, és a kötőerők által. Szóval a kötőerőknek a rabjai vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy van ez a marionett bábuk, tudod? És akkor tudod lenni, magadban lorog keze lába. Szóval megyünk így a világba, és csinálunk mindent, és közben minden a kötőerőknek a készítése. Hányszor van olyan dolog, hogy nem akarsz megcsinálni, valamit mégis megcsinálod, vagy nem tudsz uralkodni, este neki esel a hűtőnek, ugye amikor hát nem eszem, és akkor utána mindig, és kötőerők működnek, nem tudsz, és ugye az meg a kötőerőket, az, hogy mi történik veled, az meg a karmád irányítja. Ami most történik, az az előző cselekedeteidnek az eredménye, amit meg most csinálsz, az meg majd fog majd kreálni valamit a jövőben. És akkor ez szépen ilyen, igazából egy ilyen börtönben tart bennünket, bilincs a kezünkön, és akkor csak azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk, de igazából annyira nem. Szóval van egyfajta szabad akarat, de a karma törvénye nagyon irányítja, hogy mi és hogyan működik. Szóval itt jön össze az egész történet, összeáll az egész kép, hogy oké, neked van egy vágyad, akarsz valamit. És így az emberek általában mit akarnak? Pláne a nyugati világon mindenki mindent lemondás nélkül akar, azonnal gombnyomásra bedobom, már adja ki, és már futok tovább, mert nincsen idő. Minden legyen ott egyből, ahogy akarom. Na, ez nagyon nem működik. Csak akkor fog ilyen dolog történni, ha ez már előbb benne van a karmádban. És ha nincs benne a karmádban, akkor te csinálhatsz bármit. És ugye a legtöbb ember
két dolgon bukik meg ez az egész mondás dolog. Kitaláltam, mit akarok, leírtam, ugye le kell írni egy papírra, meg ilyen vision board. Mi az? Ilyen, mi az egy vision board? Kívánságtábla, igen. Hogy kívánságtáblát csinálsz, fölteszed a fotókat, meg minden. És akkor utána leírod egy papírra, mi az, amit szeretnél, és akkor ezt mindenre kell elmondani. Vagy meg este is, lefekvés előtt, és akkor, akkor az már előbb-utóbb megszületik. És aztán ugye 100 emberből egynél működik, a másik 99 meg így vágja ki a könyvet. Két hónap múlva szentek ti, mert nincsen sehol semmi. És akkor csodálják, hogy milyen nem működik. És akkor azért nem működik, mert ugye rejtve az információ benne van a filmben. Ugyanúgy az információ, hogy ugye leírja, hogy a hálás hangulat, meg leírja, hogy milyen hangulatban kellene legyél, és akkor ezek a dolgok fognak működni. Tehát ugye ez csak azt fogja tudni a mögötte lévő igazságot, aki tudja a az élet filozófiáját, hogy mit jelent ez a hálás hangulat, meg a jóság minősége, hogy ez mit jelent, akkor akkor fognak ezek a dolgok megnyilvánulni. Mert ez egy kicsit olyan, hogy mint a szalmakazva, és ugye amikor az nagyon száraz és ilyen meleg idő van, akkor jön egy szikra, valaki beladom egy csikket, és azonnal. Azt mondja, hogy esik egy eső, akkor utána már akkor már kicsit nehéz meggyújtani, és hogyha egy nagyon nagy eső esik, és tiszta víz az egész, akkor még gyújtogathatod, mert úgyse fog égni. És ez ugyanez, hogy a tudatlanság, szenvedés, a jóság. Tehát a szenvedélyben már nagyon lassan kezd elmozogni ez az energia. Ott már annyira nem fog működni. Nagyon érdekes volt, mert ugye amikor kijött ez az egész szikrát dolog, akkor én is nagyon belemásztam, és nem, nekem is történtek rengeteg olyan dolog, ami nekem így azonnal történt minden. Valószínű azért, mert nekem eléggé az életvitelem, meg minden az a fajta tudatállapot az valószínűleg közelebb állt ahhoz, ami a jóság minősége, és onnan minden történt. Nem hiszem, hogy az ismerőseim azok nagyon meg voltak lepődve. Tehát tényleg azt hiszem, hogy a könyvben is ahol nézve, hogy mik történtek egy napinak, ami nagyon ilyen, ilyen látványos dolgok voltak. Kicsit rákoncentrál az ember, és ebből elkezd működni. És akkor az ismerőseim mondjuk, hogy tehát hogy meg minden, én is próbálom, és nem. Hát annyira megmaradt bennem ez a történet, mentem valahol autóval, és beszéltem egy másik személlyel, aki szintén kocsiban ült. Mondtam neki, hogy mi volt vele, ő meg mondta, hogy mi volt vele. És én is felkettem, és reggel is próbáltam, és egyszer csak hallom, hogy eszeveszetten káromkodik a szomszéd kocsia. Na, itt vagyok! Na, mondom, látod, ezért nem működik. Mert hogy próbálja, de közben meg olyan szenvedély minőségében volt, szóval amikor te jóság minőségében vagy, akkor nem érítenek meg ezek a dolgok. Ilyen valaki, parancsolj, gyere be elém, nyugodt vagy, boldog vagy, ebből üvölt, szenvedélyeket elmondom, látod, nem működik, mert nem vagy abban a hangulatban. És ugye az, hogy pedig a jóság minőségébe belekerülj, az meg egy, mi kell hozzá, egy szadala. Kell egy gyakorlat, amit te minden nap gyakorolsz. Hogyha ez nem a te életviteled, hogy alapvetően te mindig úgy élsz, akkor ezt meg kell változtass, és egy gyakorlat folytán át fog alakulni a tudatállapotot. Szeresd önmagad. Ezt kérdezem az alapjában. Hát akkor tudsz szeretni. Jó, de hogyha te tudod, hogy ki vagy, most ez egy másik, nagyon másik, ettől független dologról beszélünk, de ez tett fel ezt a kérdést egy 20 perc múlva, jó, újra? Na, akkor ezt kifejtem, mert erről volt szó a... Mert amikor föltenném, hogy neki vagy te? Kit kéne szeretni? Ki a terven való? Hát a lelkemet. Jó, de a lélek az mi és hogy? Mi a lélek helyzete? Tudnám gördíteni tovább, hogy csak a hirtelen csak megállom, hogy hát... Szóval nem tudom, hogy kit szeressek, meg hogyan szeressem, de akkor megáll a dolog, és tök jó, ez talán jó hangzik. Igen, igazat mondtál. De amikor elkezdünk belemenni a dolgokba, akkor hirtelen már nem tervezik a célt, és tudjuk, hogy vagy a vonal vége, és igazából most mit is kéne pont csinálni? Mi az, hogy szeretni mindenkit, magamat? Pont a múlt héten is beszéltünk, volt egy nagyon jó kis előadás, egy asztrológusnak az előadása, Indiában is egy jó nevű asztrológus barátom. Én Lengyelországban ezen a fesztiválon, és pont beszélt erről, hogy itt mindenki ez a fesztivál arról szól, hogy peace.
béke, és mindenki szereti a másikat. És mondta, hogy de várjál, most azért beszélj már, mi az, hogy peace? Szeretek minden, én békés vagyok minden, mindenki felé. Igen, mindenki felé, az élő lények felé is. Ja, várjál meg. Most vegetárián is nem, de várjál, azt mondta, hogy peace. Én nekem peace felé, neked peace felé, mindenki más, az meg, azok a szemben meg nem. És az az igazi peace, amikor univerzálisan mindenki, minden élőlény felé, akár mondjuk a, ugye a keleti filozófusok, görög filozófusok, mindenki, aki értette az élet lényegét, aki értette, hogy mi a valódi ahimsa, vagy erőszakmentes, ők mind nagyon tisztelték az életet. Az a fajta peace, az csak azt jelenti, hogy én tisztelem a te peace-edet, te meg az enyémet, és mi nem öljük meg egymást, vagy nem bántjuk egymást. De hogyha ez már nem vonatkozik másra, akkor az egész lényegét veszti ez az egész univerzális peace, mert az nem univerzális peace. Az már egy nem igaz dolog. Ugye? Másik nagyon jó kép Facebookon valamelyik este, Snoopy volt, vagy ki volt az? Snoopy kis kutya. És akkor egy kisgyerek áll egy ilyen szívvel, és a akkor mondja, hogy szereti, hogy love dogs. És akkor szereti, és akkor Snoopy megint mondja neki, hogy ameddig nem vagy vega, addig ez mind meaningless. Meaningless, értelmetlen. Tehát szeretem a kiskutyákat, jó, de nem szok többi állatok. Szeretem az állatokat, ez a nem, az ameddig nem, addig nem. Szóval a kiskutyákat szeretem, az egy dolog, utána csirkére meg elvárnottól. Ez ugyanaz pont egy kis malacról, van ott egy ilyen kis felmérés, és azt mondják, hogy egy kis malac, az egy 3 éves gyermeknek a tudatszintjén van. Tehát egy olyan 3 éves gyermeknek az intelligenciájával bír egy kis malac. Milyen különbség, megöltünk egy olyan élőlényt, azt mondják, hogy nincs elek, nem érez, nem ízés. És milyen az a hal? A hal az egy más történet, ez egy másik téma. Írd fel a kérdést és megválaszoljuk. Elérjük a kérdésekhez, akkor ez mind, ne felejtsétek el, jó? Mert ezek jó témák egyébként. Szóval visszatérve az egész dologra, hogy ez hogyan működik, ez az egész vonzás dolog. Ahhoz nagyon-nagyon kell érteni a saját helyzetünket, a hangulatunkat, és hogy mi az, ahova nekünk el kéne jutni. Tehát van egy ilyen practice, egy ilyen napi gyakorlat, amit az embernek végre kell hajtani ahhoz, hogy egy szabályozás. Ez nagyon jó szó, hogy szabályokat kell követnünk. De emberek nem szeretik a szabályokat. És pedig ez egy nagyon nagy hiba. Mindenki azt gondolja, hogy demokrácia az azt jelenti, hogy én azt csinálom, amit akarok, engem ne korlátozzanak semmiben, amit én gondolok, ez nem, ez anarchia. És igazából a szabályozások tesznek bennünket szabaddá. Most nézd meg azt a dolgot, hogy mondjuk van egy ország, az országnak vannak törvényei. És az törvények azok beszabályozzák az emberek életét. De amiért te követed a törvényeket, onnastól kezdve te szabadon mozogsz. Mindenhol. Hogyha te állandóan megszeged a törvényeket, előbb-utóbb le fognak ugye csukni, megbüntetnek, stb. Tehát a szabadság minél? A szabályok azok tesznek emberré bennünket, az, hogy civilizáltak vagyunk, az, hogy, és az univerzumnak is van törvénykönyve. Tehát nem lehet keresztül hágni a karmán a törvények, mert lehet, hogy te nem hiszel benned, az nem érdekes senkit. Ha megcsinálsz egy olyan dolgot, aminek lesz egy visszatás, azt te meg fogod kapni akkor is, ha nem hiszed benne, vagy téged nem érdekel. Ugyanúgy, hogy egy betörőt, hogy engem nem érdekel, én nem hiszek benne. Ja, a rendőrség lecsukja, és nem érdekel, hogy mit gondoltál. Ha te véleményed, ez nem érdekel senkit. Van egy törvény, és az állambetartat, és az univerzumnak is van a törvénye, és az is be lesz tartva. Ez a karma, ez a karmának a törvénye. És ugye nem nagyon szeretjük követni a szabályokat. Az, hogy az életemet valami beszabályozza, vagy... De minden szabály követése, Minden eredményt valamilyen szabály követésével érünk el. Mondják azt, hogy az univerzumnak a másik jelve az, hogy lemondásból jön minden. Ez is már egy jó előző előadásokban el lehet magyarázni, hogy ebben a világban minden dolog lemondásból születik. Tudás, bármilyen eredmény, pénz, valamilyen lemondást kell végeznie, hogy azt hogy megszerezd azt a dolgot. Ez az univerzumnak az elve így lett teremtve az univerzum, az Úrbrahmával kezdve, amikor teremtett az univerzum, ő is először tapa lemondást kellett végezni, és utána nyilvánulhat meg a dolgok.
Tehát azt jelenti, hogy valamilyen lemondás szabályokat követsz. Ugye tök egyszerű, akarsz jogában fejlődni, ott is vannak szabályok. Eljössz minden héten jogaórára, ezt csinálom, azt csinálom, mint a jogaórán azt csinálom, amit mondanak. Tehát van egy út, amin eljutsz. Le akarok fogyni. Oké, jogázok, de akkor nem eszem ezt, akkor eszem azt, akkor ekkor nem eszek. Tehát szabályok is. Lesz egy csodálatos eredmény. Tehát a szabályok követéséből lesz valamilyen eredmény. És ugye ott is ugyanebben a történetben is erről van szó, hogy a jóság minőségének eléréséhez bizonyos dolgokat kell kövessünk. Például életmódbéli dolgok. Mit eszem, hogyan eszem, mit nem eszek, mit nem iszok, mit nem használok, mikor kellek, mikor fekszek. Van egyfajta úgymond szatvikus élet. A szatvikus élet, hogy egy kicsit közel állnodhatnám azt a régi vidéki élet, vagy a elmész még Indiába, itt korán kellnek az emberek, amikor a nap fel kell, vagy esetleg még hamarabb, reggel spirituális dolgokat végeznek, tehát hogy végzik a munkájukat, korán lefekszenek, ugye az energia jön ki, pihent legyél, és akkor szépen van egyfajta bizonyos dolog, ugye az, hogy hogyan eszel, ugye a Bhagavad Gita leírja, hogy az a táplálék is van, tudatlanság, szenvedély, jóság minőségéből jövő ételek, akkor azokat a fajta dolgokat eszem, amik ledegradálják a tudatomat, azokat nem fogyasztom, ugye kábítószerek, alkohol, stb. Az, ami lehúzzák az ember tudatát, és befolyásolják a kötőerőnket. Akkor mind szépen beszabályozod, és akkor ebben a hangulatban, hogy ezt le is írom igazából nagyon részletesen ott a könyvben, hogy akkor mit csinálj, tegyük fel, hogy jóság minőségébe kerülj, reggel keljél föl, 4-5 óra körül, vagy mondjuk 5-kor, és akkor ugye nem azzal kezdeni napot, hogy fölkeltem 7:30-kor, cikk kávé gyorsan, mit elkésik, és akkor rövizsét gyorsan beigazítod, és már futás. És akkor rohansz, és akkor már lögdösödsz a villamos, és nem érek oda, és úgy érszod, hogy lesz a munkás. És jön a főnök, és akkor egy kedves szóval. Fölkelsz, hideg zuhany. Nem, jó lehet meleg. De az a lényeg, hogy megfülesz. Tehát a finom fizikai test, de a reggeli fülés az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert éjszaka tudatlanság minőségébe kerülünk, mi a teljesen elkezd dolgozni, a méregtelenítés, ez mind jön ki. Akkor szépen a finom fizikai test és a durva test is ugye egy zuhanyzással vagy egy fürdéssel megtisztul. Akkor már egyből jön egyfajta, szóval hogy fölébrednek, igen, fölemelkedsz a hirtelen a szenvedély vagy a jóság kötő erejébe. És akkor leülsz, és egy kicsit foglalkozol magaddal. Olvasol olyan dolgokat, amik építő jellegű. Nem tudom, hogy micsoda. Szürkölt a lányom. Micsoda? Nem tudtam mondani, hogy olyan dolgot, amit elolvasztam, azt hittem. Igen, tehát valami építő jellegű, a spirituális dolgot. Egyébben van olyan zenét, és meditációt csinálj, és füstölő. És akkor foglalkozz magadra, és mantrázás, és ez az, hogy olvasgass, és akkor tervezd el a napodat nyugodtan, és akkor nyugodtan indulsz el. Vagy egy ilyen reggelt egyszer megcsinálsz, és így indulsz el reggel, azt mondod, hogy egész napod csodálatos lesz. Meg fogod látni, és azt mondod, hogy Isten, ez nagyon jó volt. Ott csak jó dolgok történtek be. A buszon nem fejbe vártak, hanem vizé adott valaki egy virágot, vagy mit tudom. És tényleg, és akkor az lesz, ami a Secretben is, hogy ugye megy, és akkor ez is ki történnek vala jó dolgok. Igen, ez jóság minőségben valószínű azokat a dolgokat fogod behozni, ha csak a karmádban nincs valami nagyon zúzós dolog, vagy mégis csak betesz valamit az élet. De igen, ez, hogyha ebben a hangulatban vagy, akkor valószínű, hogy sokkal jobban fognak működni ezek a dolgok. De ez az egész jóság minősége hangulat, ez csak egy körülmény. Ez a másik fontos dolog. Mi az, ami még szükséges ahhoz, hogy a dolgok jól alakuljanak? Tehát ez csak egy körülmény. Mi a másik fontos dolog? Tudja valaki? Mag-harmát. Karmikus bícs. Van a szanszkrit szó, úgy hívja, hogy mag. A karmikus mag. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy van egy cserepes virágod, és van a föld, termőföld van benne, víz, napfény, minden megvan. Ez ugye ezek, amikor eddig beszéltünk, ez a nagyon jó körülmény, amiben jól tud egy növény fejlődni, de nincs mag.
akkor locsolgathatod a földedet, az mindig olyan marad. Ha most benne van már a karmikus mag, akkor az egyből nagyon hamar fog fejlődni. Tehát, hogyha a gazdagsága, ugye, a szél is, vagy a céljait, amiket akarsz, akkor az általában nagyon hamar elkezd megnyilvánulni, hogyha már az eleve a karmából benne van. De ugye a legtöbb embernek nem a legjobb karmája van ebben a világban. Most nézzél körül, magad körül, a saját életedbe. Nem rohangálnak ilyen. Az ember ugye a boldogságtól kicsattanó, csodálatos tulajdonságokkal rendelkező, egészséges, csodás, szép, gazdag emberek rohangálnak az utcán, hanem emberi roncsok. Tényleg így kimész az utcán, és azt mondod, hogy úristen, most így látok valakit, aki igazán egyben van. Tehát ugye a fejében, ugye egyben van. Mint amikor kiírod ezek a Story magazin, és látod, hogy ez az, bekenné, mindenki, azok is van, csak egyébként, ezt nem akarom mondani, hogy ez egyetlen. Csak így lapozgatod, és akkor én is ilyen akarok lenni, meg ezek a hű. És nem ilyenek rohangálnak az utcán. És akkor megnézed, hogy most akkor jó, de szerencsétlen elkezdi majd itt mondogatni magába, hogy hű, de gazdag leszek, és akkor most ebből lesz valami? Nem. Szóval sajnos az egész nyugati civilizáció az annyira degradált, hogy egyszerűen elvesztünk. Nem tudom.